Végül is az első témánk is fiatalokról szól, fiatal lányokról, a Pure programról fogunk beszélgetni. Itt van már velünk a stúdióban kis Brigitta, mentálhigiénész szakember, a Pure program vezetője. Szeretettel köszöntelek. Jó reggelt kívánok, a köszönöm a meghívást. Na, talán kezdjük is azzal, elevenítsük fel egy kicsit a múltkori beszélgetéseinket, mert már egészen régen jártál nálunk utoljára, hogy miről is szól pontosan a Pure program, és mondjuk hogyan változott meg mondjuk az utóbbi fél évben, évben? A Pure program kifejezetten keresztény lányoknak kíván segítséget nyújtani abban, hogy felfedezzék az értékeiket, és azokat kamatoztatni is tudják. Arra keresi a választ, hogy hogy hogyan válhat nővé, és milyen, milyen nőként, hogyan találhatja meg a helyét ma egy fiatal lány, akinek fontosak a keresztény értékek. És ebben az egyik legfőbb eszközünk az a, az, az önismeret. Uh, illetve a programnak uh, nagyon fontos a, a szemléletmódja ami áthatja így az egész két évet. Ennek az alapja az, hogy az életre minden esetben Istentől kapott ajándékként tekintünk, és ez az, ami megjelenik és összeköti a különféle témákat. Gondolok itt egy egészséges életmódra, egy nőiesség, férfi női különbségre, vagy akár a szabadság döntés felelősségvállalásra. Miért van szükség erre a programra, vagy akkor a lányok, a fiatal, most nevezzük őket kamaszlányoknak, vagy fiatal nők, akkor nem kapnak erre választ mondjuk a, akár az iskolában, akár otthon, akár mondjuk hittanórán? Két oldalú azt hiszem a dolog. Először 1996-ban és most 2017-ben is készült egy kutatás, ahol azt vizsgálták, hogy kamaszkorban a lányoknak az önbecsülése a fiúkéhoz képest 30%-kal csökken. És nagyon sok kezdeményezés indult el, hogy akkor segítsék a lányokat ebben a folyamatban, viszont a legtöbbnek nem volt egy, egy keresztény alapja, nem arra hívta fel a figyelmet, hogy jó az, hogy te különböző vagy a, a fiútól, és keressük meg, hogy ez miért érték, és, és mégis hogyan lehet a, az önbizalomhoz hozzáállni, az önbecsüléshez, hanem sokkal inkább az volt ezeknek az üzenete, hogy legyél ugyanolyan, mint a fiú tehát van ennek talán egy ilyen pszichológiai oldala, amiből talán itt sok minden következik, és van egy olyan oldala is, hogy valóban ezekre a témákra, amikkel foglalkozunk, és ami a lányokat foglalkoztatja, például, hogy mit szeretnék az életemben, milyen barátságokat kössek, mi az, ami számomra valóban fontos érték, milyen, milyen úton járjak, mit jelent az, hogy, hogy én hiszek Istenben mondjuk egy hétfői borongos napon. Ezekről nem nagyon tudnak beszélgetni a lányok az iskolában, hiszen, hiszen nincs erre idő. És közben pedig nagyon-nagyon sok kérdésük van, és nagyon jó nekik megtapasztalni, hogy van egy közösség, ahol állarcok nélkül, elvárások nélkül, anélkül, hogy nekik le kellene bármit is tenni az asztalra, erről beszélgethetnek. Milyen érdekes, hogy mondtad ezt, ezt a 30%-os különbséget, azért ha belegondolunk, akkor végül is az egész életünk egyfajta útkeresés is, vagy, vagy folyamatosan vannak mondjuk döntéshelyzetek előttünk, 20-30-40-50 évesen is, hogy most merre menjünk tovább, de azért kamaszlányoknál mondjuk egy pályaválasztás előtt, amikor tényleg el kell dönteni, hogy hogy mivel szeretne foglalkozni, hogyan szeretné mondjuk a, a középiskolából kikerülve folytatni az életét, azért ezek nagyon, hát hogy mondjam, fontos és radikális kérdések, és akkor itt mondjuk 30%-kal kevesebb önbizalommal azért nagyon nehéz ezek, ezekre a döntésekre tényleg rende választ, vagy hát méltó választ találni. Így van. Azt gondolom személyesen is, hogy kell az, hogy lássák, hogy mik az értékeik, hogy azokban megerősödjenek, hogy legyen bátorságuk azt mondani, hogy igen, én erre képes vagyok és alkalmas vagyok. És talán amiben még, hogyha már pályaválasztásról van szó, segít a program, pont most szombaton volt talentum alkalma Székesvérvári csapatunknak, és, és nagyon nagy élmény megtapasztalni, hogy a lányok ilyenkor több szempontból megközelítik a tehetségnek a kérdését és felfedezik azt, hogy nem csak az a tehetség, ami mondjuk elsőre eszünkbe jut, nem csak azok a pályák vannak, és nem csak azok a szempontok, hogy akkor nekem milyen jegyen van az adott tárgyból, hanem elkezdenek azon gondolkodni, hogy mi az az ügy, ami mondjuk megszólítja őket, mi az, amire rádobban a szívük. Az is tehetség lehet, hogy mondjuk valaki jól meg tud hallgatni egy embert. És, és sok esetben van az, hogy a, a lányokat, amikor megkérdezzük, hogy milyen pályát választanának, akkor felsorolják a ma akár legnépszerűbb pályákat, és ami... Amik, amelyek azok az életutak, amik segítenek abban, hogy akár egzisztenciálisan egy olyan életet élhessenek, amit ők elképzelnek, és a képzés során valahogy felfedezik, hogy, hogy más is lehet adottság. Például akár ez, hogy meghallgatni valakit, és volt egy kislány, aki pont ezen az alkalmon egyszer két éve azt mondta, hogy ő rájött arra, hogy, hogy ez igenis egy ajándék, hogy ő ennyire tud figyelni, és hogy lehet, hogy neki a segítő szférában, szakmában van helye, mert hogy, hogy ez nem olyan egyértelmű a mai világban, hogy valaki úgy hallgat, hogy közben nem azon gondolkozik, hogy mit fog majd válaszolni, hanem tényleg ott van egy ilyen elfogadó és szerető figyelem. Lehet, hogy jó műsorvezető lenne, mert végül is én is itt hallgatom az embereket, amúgy tényleg ezek, ezek olyan értékek, vagy olyan kincsek, amiket mondjuk akár felnőtt kor, korában fedez fel az ember saját magában. Ti hogyan segítetek, vagy akkor mesélj most akár erről a uh -huh. hétvégéről is, hogy itt milyen példákat, vagy miket hoztatok a lányok elé, mert pontosan ezek azok a dolgok, ahogy te is mondtad, hogy mondjuk lehet, hogy valaki ötös, színötös matematikából, vagy mondjuk irodalomból, de egészen más oldalon is tudja mondjuk kamatoztatni a tehetségét. Így van. E, amiben mi alapvetően segítünk, az az, hogy először is teremtünk egy, egy olyan közösséget, amiben tiszta keretek vannak, amik segítenek abban, hogy a lányok biztonságban érezzék magukat. És ebben a, ebben a közegben igaziból amit mi csinálunk, az az, hogy elkezdünk kérdéseket feltenni, és arra biztatjuk a lányokat is, hogy ők is tegyenek fel kérdéseket, majd pedig elindul egy közös gondolkodás. Ebben a közös gondolkodásban azért van egy olyan, ö, olyan pont, amikor konkrét tudás átadás történik, ez két oldalról, ö, önismereti, tehát pszichológiai oldalról és a keresztény antropológia oldaláról. De talán, hogy egy kicsit konkrétabb példát említsek, én nekem mondjuk most szombaton önismereti alkalmam volt a Győri csapattal, ott a lányokkal az alkalmat egy képválasztós nyitókörrel kezdtük, aminek a célja, hogy egy kicsit megtanulják a, a fiatalok azonosítani az érzéseiket. Ugye az év elején vagyunk, ez volt a második alkalmunk, és nagyon ritkán van arra lehetőségük, hogy megálljanak és azonosítsák, hogy mi az az érzés, ami most bennük van. És ugye ez abban segíti őket, hogy ha megvan az az érzés, akkor felteheti a kérdést, hogy most miért érzem magamat így, honnan jön ez, és, és, utána kicsit szabadabban jelen lehet bármilyen élethelyzetben, hogy akkor hogyan menjek ebből tovább. És itt milyen képek közül kellett választaniuk, vagy ez, ez a képválasztás, ez mit akar, vagy ez miben segíti őket? Alapvetően különféle képeket raktunk ki, és, és meg kellett fogalmazni, hogy milyen érzése vannak itt, és melyikre tudnak, melyik az, amelyik ezt tükrözi. Úgyhogy nagyon sokféle kép van ilyenkor, általában ezt leszoktuk rakni a földre, akár pillanatképek, érzéseket kifejező képek, művészi képek, és, és, akkor ebből szoktak, szoktak választani, és utána indultunk el azon az úton, ugye nekik most van az év eleje, még az önismeret egy nagyon új dolog, hogy akkor nézzük meg, hogy, hogy egy beszélgetésben például hányan, hányan, vannak jelen, ha mi most itt, itt ketten beszélgetünk, hogy ugye én is látom magamat valahogy, te is látsz engem valahogy, és vagyunk valamilyenek valójában, amit meg ugye egyedül Isten lát, hogy igaziból mi kik vagyunk, és hogy ezek, ezek ezekben milyen, milyen múltbéli történetek találkoznak. Például a lányokkal most nagyon sokat beszélgettünk arról, hogy ahogyan mi látjuk magunkat, arra hatással vannak a gyerekkori történetek, a generációs örökségek, és, és az is, hogy a különféle identitásainkban hogy vagyunk jelen. És talán ami, ami nekem számomra most a legmeghatározóbb volt ezen az alkalmon, hogy szóba jöttek a generációs történetek során különféle családi hátterek, amiket a lányok megjelentettek. És számomra nagyon különleges, hogy ez a biztonságos közeg lehetőséget ad arra, hogy különféle hátterekből érkező lányok találkozzanak egymással, rálássanak egymás életére. És ez talán egy iskolában nem nagyon történik meg, hiszen klikkesednek, azzal barátkozom, akihez én hasonlítok, akivel egy mondjuk az anyagi körülményem vagy a gondolkodásmódom. És, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon -nagy ajándék, hogy ebbe így beleláthatnak és ja, megtapasztalják. Igen, és akkor talán másképp értékelik mondjuk a saját helyzetüket is, vagy mondjuk helyre rakják a, a saját igen. helyzetüket, hogy igen. Jé, hát nálam akkor van jobb is, van talán rosszabb élet. Igen. és az egészen más lehet. És egyébként mi a helyzet így amblokkalányokkal, így lányokkal, hogy honnan érkeznek, vagy vagy például gondolom egy, egy katolikus iskolából, vagy egy ilyen stabil keresztény közösségből érkezvén azért máshogy értékelik önmagukat, mint, mint mondjuk, ha egy ilyen civil, vagy hogy mondjam, nem egyházi környezetből jönnek. Mi a helyzet ezzel? Azt gondolom, többnyire a program egyébként nyitott, de többnyire keresztény családokból érkeznek a lányok. A résztvevőknek ugye 70%-a katolikus családokból, a többiek más keresztény felekezetekből, és talán szóval így még egy korábbi kérdésedre válaszolva, azt láttuk, hogy hiánypótló ez a tevékenység a fiatalok körében, ha keresztényekről beszélünk akkor is, ha nem csak keresztényekről akkor is, mi nyilván kifejezetten a keresztény lányok felé szólunk, hiszen tényleg a, a nőiességet abból, abból, közelítjük meg, abból a fókuszból, hogy ez egy Istentől kapott ajándék, és akkor hogy ezt hogyan tudjuk, hogyan tudjuk kibontakoztatni. A lányok érkeznek nagy családokból, de van olyan, aki mondjuk egy ke, és van olyan lány is, akinek mondjuk nem vallásosok a szülei, de tetszett neki a program, és, és hallott az iskolában arról, hogy van osztálytársa, aki hívő, és szerette volna megnézni, hogy milyenek is ezek a keresztények. Hát nah, akkor már hívják egymást Igen, végül Igen, is, vagy szájról szájra terjed ennek a jó híre. És egyébként, még, még visszatérve erre a keresztény-nem keresztény vonalra, uh -huh. hogy mondjuk miben más a Pure program, mondjuk ha egy egy sima vagyom Önismereti csoportba menne el egy lány, mert azért gondolom, hogy ilyenekre is van mondjuk lehetőség, vagy tényleg az önismeret most már egyre jobban Aha. bejön az emberek köztudatába. Mivel adtok ti többet, vagy miben más a ti programotok? Azt gondolom, hogy van ennek egy, egy nagyon fontos pontja, Uh, a Viliai Szent mondta mindig, hogy az önismeret uh, nagyon fontos, és uh, soha ne adjuk fel az abban való fejlődést, de soha nem előzheti meg uh, az önismereti fejlődést, vagy soha nem maradhat el ettől az Isten kapcsolatban való növekedés. És valahol talán a, a Pure programban is uh, ez az egyik legmeghatározóbb elem, hogy nagyon fontosnak tartjuk az önismeretet, mert uh, sokszor azt tapasztalom, hogy egy lánynak, amikor... Uh, amikor Isten kapcsolatban vannak kérdései, akkor igaziból az egy önismereti kérdés, hiszen lehetséges az, azt, és ezt a saját életemben is tapasztaltam, hogy gondolatban, racionális szinten egy szerető Istenben hiszünk, és mégis mondjuk vannak félelemmel teli érzéseink, vagy rossz érzéseink, amikor az Isten kapcsolat egyéb kérdései merülnek fel. És uh, éppen ezért uh, egy programban úgy néz ki, hogy foglalkozunk azon önismerettel, de annál mindig egyel előrébb van az, hogy akkor ez, a, ez az Isten kapcsolatomban uh, hogyan működik. Tehát nem az embernek a mindenhatóságára hívjuk fel a lányok figyelmét, hanem, uh, hanem arra, hogy fontos az önismeret és szükséges, uh, de annak van egy határa. És talán az, ez, ez egyrészt kell egy alázat, másrészt meg azt gondolom, hogy uh, hogy egy csodálatos segítség is, hiszen vannak olyan dolgok, amik pszichológiailag akár végesek és nem feloldhatóak, olyan sérülések, olyan nehézségek, de ugye itt jön be, hogy a Jó isten a kegyelem által ezt, ezt bármikor meggyógyíthatja. Nézzük meg egy kicsit a, a témákat, mert hogy egy két éves programról van szó, minden hónap egyik szombatján találkoztok, tehát viszonylag azért nem olyan gyakoriak ezek, a, ezek az alkalmak. A, a honlapotokon egyébként nagyon szépen láthatjuk a, mind a két évnek a tematikáját. Én azt vettem észre, vagy, vagy arra emlékeztem, és te pedig figyelmeztettél még az adás, előtt, hogy, hogy ne beszéljünk annyira a külsőségekről, mert ilyen, hogy divat bemutató, ilyen már nincs. Én akkor azt látom, hogy egy kicsit eltolódott mondjuk a külsőségek irányából tényleg egyre inkább a lelki irányba a programotok. Vannak-e még azért ilyen külső dolgok? Továbbra is fontos azért a programban, hogy, hogy egy életegységet alkosson az, amiről, amiről beszélgetünk a lányokkal, amit ők itt kapnak, és a nőiességhez hozzátartozik az is, hogy meg tudjanak jelenni, hogy, és vágynak arra, én is mindenki vágyik arra, hogy szép legyen, és, és ezt megta hogy hogyan tudja magát kifejezni. Tehát ez megvan. Például a stílus egyediség alkalomban, de akár a kommunikációs alkalom során erről sokat beszélgetünk. És azért az első alkalom az a külső-belső szépség. Úgyhogy jönnek a lányokhoz profi kozmetikusok délután, sminkesek, és megmutatják nekik, hogy hogyan tudnak majd egy sminket elkészíteni maguknak, a szeretnék. Úgyhogy ez megvan, viszont. Azt láttuk, hogy szeretnénk, ha a lányok egy olyan útravalót kapnának a program végén, ami, ami úgy tényleg ott marad a, a kis kosarukban, amit, hogyha egy ilyen kosarat kapnának a piúrtól, akkor, akkor van benne egy, egy olyan ajándék, amire így mindig emlékeznek. És azt tapasztaltuk, talán egy kiegészítő gondolat, hogy a programot mindig úgy fejlesztjük, hogy nagyon figyeljük, minden alkalom után nekünk van egy visszajelzőlap, hogy, hogy a lányokra hogyan hatnak, milyen kérdéseik vannak, mert hogy nagyon gyorsan változnak a kamaszoknál az aktualitások, nekünk is mindig napra késznek kell lennünk, és azt tapasztaltuk, hogy a női alakok a Bibliában témakör, ami a legvégén van, és egy pure hétvége keretein belül tartjuk, meghatározó volt a lányok számára, és mindenki azt mondta, hogy na most értették meg, hogy miért beszélünk ki erről, hogy női identitás, és mit is jelent ez az egész, és miért olyan fontos, és akkor mondtuk, hogy akkor döntött úgy így a vezetőség, hogy jó, akkor ez lesz az a téma, amivel zárjuk, és, és alapvetően mindannyiunknak, akik ott vagyunk, nem csak azért foglalkozunk kamaszokkal, mert ez egy kiemelt és krízisekkel teli kor, hanem mert pár éven belül ezek a kamaszok lesznek azok, akik édesanyák lesznek, akik ott lesznek a, a munkavilágában, és meg fogják határozni a jövőt. Úgyhogy, úgyhogy nekünk így szívügyünk a, a családoknak is a segítése. Ezért egy családi pikniket szerveztünk így lezárásként. Úgyhogy pénteken fogjuk a lányokkal elkezdeni ezt a Pjór hétvégét. Idén Pannonhalmán is vasárnap becsatlakoznak a családtagok, barátok, és egy ilyen közös piknikezés lesz és ünneplés. Akkor végül is egy ilyen lelki hétvégével, vagy egy van, ilyen lelki gyakorlatnak ilyen. is mondhatjuk végül is ezt a hétvégét, ami, ami lezárja egy ilyen nagy ilyen. közös ünneplés, de aztán most is lesz majd nektek programotok, eh, hogyan élhetnénk tudatosabban az életünket, miként adhatjuk kézben a terveinket, és hasonló kérdésekre keresitek majd a választ. Egy színes és érdekes pódiumbeszélgetés is lesz majd a, a program része, vagy az egyik nyitánya. Eh, kik lesznek a résztvevők? Így van, ez most lesz majd ugye szombaton, és a résztvevők között lesz Keresztes Ilona, Stumpfkata, Gerber Zsuzsanna, majd én is az egyik résztvevő leszek, és a pódiumbeszélgetést Győri Virág a Family Magazin főszerkesztője fogja vezetni, és utána pedig lesz egy interaktív műhelybeszélgetés, egyes Zitával, aki meg a Pure Programnak a kommunikációs vezetője. És alapvetően az az egész beszélgetés azért jön létre, mert hogy a Family Magazinnal van egy közös projektünk, Kaptunk tőlük egy felkérést, mert hogy az a, az a felismerés született meg bennük, hogy a nők nagyon szeretnek kalendáriumokat vásárolni határidő naplót, viszont amikor bemegyünk a könyvesboltokba, akkor többnyire olyanokat találunk, amelyekben vagy ezoterikus idézetek vannak, vagy, vagy pedig igaziból nincs is benne tartalom, de mondjuk nagyon nehéz olyat találni, ami kívülről szép, és úgy megszólítja az embert. És jött az a, az, az ötlet, hogy akkor készítsünk egy olyan naptárt nőknek, ami kívülről is szép, és belül pedig keresztény üzeneteket tartalmaz, hogy legyen erre is, egy, legyen erre is lehetőség, hogyha valaki szeretne vásárolni. És felkértek minket, hogy ennek állítsuk össze a szakmai anyagát, és ami a kalendáriumnak a különlegessége, hogy 14 éves kortól felfelé szólítja meg a nőket, úgyhogy úgy állítottuk össze a témaköröket, hogy reméljük, hogy az, az mindenkinek olvasható és izgalmas lesz. Igen, és el is kerekedett a szemem, amikor szintén az adás előtt mondhat, hogy 14 éves kortól végül is Igen. 99 éves korig bármilyen bár nőt megszólíthat ez a, ez a kalendárium, vagy ez a naptár, azért ez elég tág, itt Igen. szemezgetsz nekünk egy kicsit a témákból, mert hogy még a nyomdai anyag tényleg a jövő Híten, vagy ezen a Igen. héten készül el, tehát nem tudjuk most a kezünkben tartani, de azért érdekes témák lehetnek, ami megszólít mondjuk egy kamaszlányt és egy nagymamát egyaránt. Igen, alapvetően az első, első talán ilyen cél, célunk az az volt, hogy egy kicsit arra gondoltunk, hogy a, hogy minket milyen érzés fog el, amikor a kezünkbe kerül egy határidő napló, és sokszor azt tapasztaltuk, hogy ez, az az érzés jelenik meg, hogy kinyitjuk, és kicsit így rosszul vagyunk attól, hogy na még mennyi feladat van, mennyi mindent kell csinálni, hova kell beírni, hova tudjuk meg bezsúfolni a dolgokat. És, és elkezdtünk azon is egy gondolkozni, több generáció összeült így így a csapatból. És azon gondolkoztunk, hogy mi az, ami nehézséget okoz az időbeosztásban. És minden. És azt láttuk, és ez nekem is személyes tapasztaltam, hogy sokszor az van bennünk, hogy mi az, amit még belezsúfoljunk egy napba, és, és egyébként pedig, ha lenne egy hosszú távú víziónk, egy hosszú távú tervünk, hogy mi az, amit szeretnénk megvalósítani, akkor ahhoz mérten igaziból egy naptárnak az lehetne a feladata, hogy mi megtervezzük azt a lehető legjobb napot, ami minket egyre közelebb visz ehhez a célhoz. És, és, nem pedig olyan elvárásokat és olyan, olyan dolgokat beletenni, amitől ha este kinyitjuk, akkor folyamatosan rosszul érezzük magunkat, hogy na, ez sem sikerült megcsinálni, és ez sem. És természetesen vannak kötelezettségek, amik muszáj, hogy bekerüljenek, de hogy mégis hogyan lehet úgy alakítani egy napot, hogy, hogy az egyre közelebb vigyen minket a célunkhoz. És ebből fakadóan a naptár az az úgy kezdődik, hogy egy kicsit a terveket arra, arra hívja így a, a tulajdonosát, hogy gondolja végig, hogy milyen tervei vannak az életben, mik a prioritásai, hova szeretne eljutni. Azt fontosnak látom elmondani, hogy alapvetően ezek gondolatébreztők, mindig van egy pár sor egy adott témához kapcsolódóan, és utána pedig gyakorlati feladatok vannak, és ezt, ezt, ezt követi egy interaktív hét amiben fel lehet írni, hogy esetleg a lelki életében, hogy halad az ember, vannak benne rajzok is, hogy mennyit sportolt, mennyit ivott, úgyhogy ez például talán ez az a része az, ami így kifejezetten a kamaszoknak szól, de azt gondolom, hogy felnőttként is élvezetes lehet kiszínezni. Hát hogy ne, és, és az azért fontos, hogy akkor az egészség is megjelenik, mondjuk így, így a, a, a naptárban. És azért érdekes lehet, hogy így mondjuk évvége fele majd nálunk is biztos el, előkerülnek ezek a témák, amikor értékeljük mondjuk Igen. a 2018-as évet, és emlékszem, hogy és januárban végig a, a tervezésről, az újévi fogadalmakról, és azoknak a másfél hónapig tartó, nem tudom, lelkesedéséről beszélgettünk de talán mondjuk ez a naptár akkor segíthet abban, hogy hogyha valaki megfogalmaz egy célt, mondjuk 2019 elején, hogy én nem tudom, szeretnék jobbá válni, nem tudom, a türelemben, akkor akkor az kitartson mondjuk 2019 novemberében is, tehát végig lehet vinni gondolom ezt a tervet. Alapvetően az ivét az adja, az adja hogy nézzük meg, hogy hol áll itt például van egy olyan téma, hogy értékeim, milyen értékeim vannak, miben vagyok értékes, és utána nézzük meg azt, hogy hova szeretnénk eljutni, és utána pedig magával az úttal foglalkozik a könyv. Itt egészen konkrétan olyan témákkal foglalkozunk, hogy, hogy önbecsülés, hogyan mondjak nemet, a kapcsolati rendszereim hogyan tehetek másokért, hogyan tehetek magamért, megjelenik az egészséges életmód, megjelenik az, hogy hogyan maradok, hogyan, hogyan ápoljam az Isten kapcsolatomat, megjelenik az is, hogy, hogy hogyan legyek ajándék a környezetemben. Úgyhogy igaziból minden hónaphoz tartozik egy önismereti témakör, és az önismeret mellett a, a nőiesség témaköre az, ami meghatározó a naptárban, illetve ebben is az a szemléletmód található, hogy az életre Istentől kapott ajándékként tekintünk. Talán, ha már említetted, itt kapcsolódik be az egészséges életmód, hogy ott is ugyanúgy a lelki-testi egészséget egy ilyen keretben hozza elő, és hívja fel a figyelmet arra, hogy... Fontosak a mindennapi teendők, de hogy hol pihenünk, hol töltekezünk, és, és hol van az, hogy az emberi méltóságunkra is figyelünk, hogy mi az, amire szükségünk van. És gondolom a pódium beszélgetésben akkor ezekre is majd válaszokat, vagy talán gyakorlati Igen. személyes tanácsokat kaphatnak az érdeklődők. lehet -e még regisztrálni? Mert hogy a közösségi oldalon láttam az eseményt, Igen. és írjátok, hogy ingyenes a program, de regisztrációhoz kötött, vannak-e még helyek? Nagyon boldogok vagyunk annak, hogy miután a az esemény nagyon sok regisztrálunk, regisztrálunk volt egyből. Ha jól tudom, akkor még egy, egy 10-15 helyünk van, de de véges sajnos, hogy hány főt tud befogadni a helyszín. Egyébként ez a D18 könyvesboltban lesz majd, de még lehet regisztrálni, csak sietni kell. Vele. És akkor most szombaton délután 5-kor kezdődik majd a program. Régi, köszönöm, hogy ismét itt voltál én nálunk, és, köszönöm köszönöm és akkor egy nagyon most. szép további szolgálatot kívánunk neked. Köszönöm szépen, köszönöm.